És hogyha ilyen forró kísérletekről van szó, akkor szeretnék megmutatni egy olyat, hogy hogyan lehet megmelegíteni valamit annélkül, hogy elektromos áramot folyatnánk rajta keresztül. És amit én szeretnék megmutatni, az nem más, mint egy számítógépes szoftver, elindítjuk a képet, és tulajdonképpen egy speciális kamerának a képét látják. Ez a kamera, ez itt látható. Előbb-utóbb majd lesz itt ebből kép. Ez a kamera itt látható. Ez egy úgynevezett infrakamera, ami tulajdonképpen az emberi szem számára nem látható. Egy pillanat. Azt nézem, hogy szerintem ezt vissza kéne kapcsolni. Oké. No, tehát akkor rövidesen lesz majd egy kép erről az infrakameráról. Ez az infrakamera, nem jót kapcsoltam át? Bekapcsoltam a 01-et. Ja, hogy az nincs bedugva. Hát az az igazság, hogy ahogy szokták volt mondani. Oké. Ha valami nem jó, akkor szóljatok ki, és akkor megcsinálom. No, tehát akkor egy pici technikai hiba történt. Tulajdonképpen akkor még egyszer elmondom, egy olyan infrakamerát látunk, ami tulajdonképpen nem a látható sugarakat, a szemnek látható sugarakat fogja közvetíteni, hanem azt látjuk, hogy a kamera irányába valamilyen színes képeket látunk. Nézzék meg, hogy a kamera mögé, ha az ember ide beáll, akkor sokkal több minden fog látszani belőle, előbb-utóbb, vagy mégse. Jó, nézzük meg, hogy pontosan mit is láthatunk evel a kamerával. Aha, hát ha nincs kinyitva, akkor nem sokat. No, tulajdonképpen megpróbálom saját magamra irányítani ezt a kamerát, és akkor megnézzünk egy-két érdekességet. Ha valaki megnézi, akkor ez itt én lennék, és akkor nézzék meg, hogy ezek a különböző színek különböző hőmérsékleteknek felelnek meg. Tehát úgynevezett hamis színinformációs hőtérképet látunk. Ha megnézi az ember, akkor ott a távoli állókat leszik, hogy például az Ákos és a Józsinak a képét látjuk. Ákos, emelt fel a kezed, légy szíves? Tehát látják, hogy ő az ott Ákos, tehát ez elég messzire is ellát ez a szerkezet. Én ha beállok ide a kamerába, akkor látják az arcomat, hogy éppen milyen a hőeloszlás. Nézzék meg, hogyha egy szemüveget az ember fölvesz, akkor egészen komoly változások vannak, hiszen a szemüveg a hősugarakat azt le fogja árnyékolni. No, hát akkor nézzük, hogy pontosan hogyan tovább. Én itt beállítottam valamit, és reményeim szerint ez működni is fog. Én itt megjelenek, és akkor igen, itt lehet látni, hogy itt van egy üllő előttem. Ez az üllő, nézzék meg, hogy jó hideg. Egy picit még állítok rajta, csak azért, hogy pontosabban és jobban lássuk ezt az üllőt, így. És ezen az üllőn én kalapálni fogok. Tehát itt van az üllő, mindenki szépen láthatja, hogy itt van az üllő, és én hoztam magammal egy ilyen drót végére fölrakott ilyen anyát. Ez az anya most tulajdonképpen azért nem nagyon látszik, tehát tulajdonképpen meg tudom mutatni, hogy itt van a tenyeremben az anya, így íme itt van. Ha ide teszem, akkor azért nem látszik, mert körülbelül ugyanaz a hőmérséklete, mint az üllőnek, és most tulajdonképpen semmi más nem fogok tenni, mint hogy elkezdem püfölni kalapáccsal. Fogják látni, hogy az anyának megváltozik az alakja, és nem csak az alakja fog megváltozni, hanem a hőmérséklete is, mégpedig azért, mert amikor elkezdem csapkodni, akkor a kalapácsnak a mozgási energiájának nagy része hővé fog alakulni. Amit érdemes megnézni, azt, hogy az üllőn a kalapálás hatására
Hát azért kötöttem meg egy madzaggal, hogy ez itt maradjon. Szerintem szépen látszik, ahogy én ezt ütölgelem, egyre forróbb és forróbb. Akár 100 Celsius fok fölé is fölkerülhet ennek a vasdarabnak a hőmérséklete. Tulajdonképpen, hogyha én egy ügyes kovács ember lennék, akkor megtehetném azt, amit egyszer láttam egy kovástól, hogy elővett egy hideg vasdarabot, elkezdte kopácsolni, és rágyújtott a cigarettájára. Én erre nem vállalkozom, mert ehhez hosszú gyakorlat kell, de mindesetre itt nagyon szépen látszik, hogyha elkezdjük ezt a vasdarabot püfölni, akkor megmelegszik, még mindig szépen látszik, hogy a környezetéből mennyire szépen kiemelkedik ez az izzó darab. Ha megfogja az ember, és még egyszer megpróbálja ezt a kísérletet elvégezni, akkor szerintem most már mindenki látja, hogy mire kell odafigyelni. Elkezdem ütlegelni, és annak eredményeként, hogy ezt ütöm, egyre vörösebb és vörösebb. Tulajdonképpen a mechanikai munkát át tudjuk alakítani hővé, és itt nem más, mint a deformáció lesz az, ami a főszerepet kapja. No, szerintem ezt most már el lehet pakolni, mert kihűlt, és akkor nézzünk egy következő kísérletet. Ha már itt van a hőkamera, akkor van itt nekünk egy kis melegvízünk, és ennek a melegvíznek a segítségével szeretnék egy olyan kísérletet megmutatni, hogy tehát azt hiszem mindenki jól látja, hogy ez az edény, ez melegvizet tartalmaz. Ha valószínűleg kinyitom, akkor még lehet látni, hogy gőzölög is. Amit szeretnék megmutatni, ide tettem le. Van két részből elkészített kis darabka, ami az egyik az valamikor egy számítógépnek a hűtőbordájából lett kiszerelve, ez pedig egy tömör rész darabka. Ezzel fogunk kísérletezni. Itt van egy pohár valahova, ide letettem a poharamat. Megvan. És azt fogom megcsinálni, hogy ide leteszem ezt a poharat. Ez a pohárról még látjuk azt, hogy ez a pohár még egyáltalán nem világít. Tehát ha ide teszem, akkor jól látszik, hogy nem világít. És ugye azért nem világít ez a pohár, mert hideg a környezetéhez képest. Hogyha beletesszük a forró vizet, akkor fogjuk látni, hogy hogyan melegszik meg a pohár. És tulajdonképpen átveszi a környezetnek a hőmérsékletét. Szerintem ezt mindenki jól látja. És amit ebből igazán szeretnék megmutatni, az ez a két részdarab, aminek a szerepét szeretném megmutatni. Jól látszik? Vagy jöjjek közelebb? Tehát azt hiszem mindenki jól láthatja, hogy itt van ez a két részdarab. Geometriáját tekintve mind a kettő ugyanakkora. Az egyiket tömör részből készítették el, ezt a másikat, ezt úgy hívja a szakma, hogy heat pipe, hőcső. A hőcső arra való, hogy vezeti a hőt eszméletlen módon, úgy, ahogy a tömörfém nem tudja. Azt mindenki tudja, hogy a rész nem csak az áramot vezeti jól, hanem nagyon jól vezeti a hőmérsékletet is. Ehhez a részhez fogjuk összehasonlítani ezt a hőcsövet. Mégpedig úgy, hogy ebbe a forróvizes edénybe bele fogom dugni egyszerre a két csövet, és azt kell megnézni, hogy melyik színesedik el gyorsabban, amelyik gyorsabban színesedik, az vezeti jól a hőt. Azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik. Egyszerre beteszem a kettőt, és gyönyörűen fogjuk látni, hogy az egyik... Hát lehetett volna egy picit melegebb. Melegítünk egy keveset rajta, de csak azért, mert a hőcső ennek egy megadott hőmérséklet fölött van igazán komoly jelentősége. Mindenesetre fogjuk látni, hogy hogyan melegszik a hőmérséklet hatására, tehát a bekapcsolás hatására hogyan melegszik az itt levő víz. És utána pedig megnézzük azt is, hogy a hőcső az pontosan hogyan működik. Így. Egy egész picit közelebb jövünk hozzá. Ez lesz a pohár, amivel kísérletezni fogunk. Ide fogjuk betenni, így van, és ezt fogjuk látni. Oké. Okay. Egy rövid melegítés után ez fog működni.
Tehát teszünk bele egy kis forró vizet, és hogy ez ne zavarjon, kitesszük a képből, és tulajdonképpen egyszerre fogom beletenni a két testet, és szerintem jól fog látszani, hogy az egyik, a hőcső, az sokkal jobban vezeti. Szerintem látszik az, hogy ez a hőcső, ez tűzforró, a másik pedig ehhez képest pedig gyakorlatilag teljesen szobahőmérsékletű.